két másodperc. Mindössze ennyi volt a különbség a 8. és a 10. hely között a világkupa utolsó szakaszán. A 205-ös rajtszámú magyar Opel Grandland X 3 óra 3 perc és 32 másodperc alatt teljesítette a szakaszt, de ketten előtte egy hajszállal gyorsabbak voltak. Így Szalai Balázsék csak a 10. helyre hozták be a versenyautót 254,5 km után. A jármű ráadásul elég furcsa, kerregő hangon érkezett be a szerviszparkba. Nagyon jó szakasz volt ez az utolsó, nagyon élvezetes volt, lendületes is. Nagyon technikás, rengeteg kanyar és rengeteg kő, szikla igazából, tehát ilyen nagyon nagy kavicsok. És nagyon kellett figyelni. Hát sajnos megint ez a navigáció bejött, úgyhogy nagyon sokat vissza kellett fordulni és keresni a megfelelő utat. Emiatt elég sok időt vesztettünk, de egyébként a technikailag sem volt semmi problémánk. Itt a legvégén egyébként valahogy itt, ahogy bejöttünk a táborba, itt a féltengely valószínűleg hogy megadta magát. Az Opel Dakar Team végül 5 versenynap után a 9. helyen végzett összetettben. Célba érés után néhány órával az előttük végző Fedor Vorobjev azonban 15 óra időbüntetést kapott. Itt Szalai Balázsék egy helyen előreléptek, és a 8-ok lettek. A T1 kategóriában pedig a 4-ek. Ezzel pedig 4 világkupa pontot gyűjtött a csapat a bajnokságon. Elégedett azért nem vagyok. Rengeteg időt elpazaroltunk sajnos a pályán. Több 10 kilométert mentünk minden nap pluszba, amit ha valaki eredményt akar itt elérni, akkor azért így nem lehet csinálni. Tehát ezt mindenképpen sokat javulnunk kell még ilyen téren. És valahogy a többiek azért mindig eltaláltak, tehát igazából én azt gondolom, hogy el lehet találni itt a pályákon. Na, hozzá kell szoknunk. A stopperóra díszül a makacs szerkezet. Ez pontosan megmutatja, hogy ez a mai tudásunk, vagy ezen a versenyen a felkészültségünk, ez pont erre a helyre volt elég. Én úgy gondolom, hogy előrébb lehet végezni sokkal. Tehát ha jövőre jövünk, akkor nagyon sok mindennel bölcsebb leszek, mi azért a nagy verést az első 3 nap kaptuk, és azt megvittük magunkkal. Nyilván az elején tudja az ember, mire számítson, akkor nem ennyire hátulról kell folytatni a versenyt, amikor már képbe kerülsz, addigra már késő. Most jól elrakom ezeket az itinereket, aztán, hogyha jövőre jövünk legközelebb, akkor elhozom őket. A Qatar Rally egy látványos díjátadó ceremóniával ért véget Doha ikonikus piaca, a Waqif mellett. A legjobb helyezést elérő versenyzők nem csak érmet, de pénzdíjat is kaptak. Ez a verseny, ez nekünk tényleg egy ilyen vízválasztó volt, mert ahogy mondtam, soha nem volt még ilyen. Oltári mázlink volt még a mai napon is, mert a táborban gyakorlatilag kiesett a bal hátsó féltengelyünk, tehát hogy azért volt egy kis szerencsefaktorunk is, és hát megismertünk egy nagyon-nagyon klassz országot, hát nem megismertünk, de láttunk belőle egy nagyon pici részt, úgyhogy lesz otthon mit mesélnem, ez egy nagyon más sarka a földnek, mint ahol eddig jártunk. Thank you.